Jó napot kívánok, üdvözöllek benneteket, negyedikes tanulók. Erika tanítónéni vagyok, a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskolából. A mai magyar óra feladata, hogy egy verset dolgozzunk fel, amelyhez szükségünk lesz az olvasókönyvre természetesen és az olvasási munkalapokra. Mielőtt hozzákezdenénk, a rokoni kapcsolatokat próbáljuk picit megmagyarázni. Ki lehet ő? Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred. Ki az? Hát te magad. Testvéred bátyjának az édesapja. Ki az? Az édesapád. Édesapád testvérének az apukája. Ki lehet ő? Ő a nagytata. Nagytatád gyermekének az édesanyja. Ő pedig nem más, mint nagymama. Az utolsó szónál fogunk maradni, nagymamánál. Mindenkinek más jut a nagymama szóról eszébe. Vajon találkozol rendszeresen a nagymamáddal, vagy csak telefonon tartjátok, tudjátok tartani a kapcsolatot? Vajon úgy emlékszel a nagymamádra, mint aki állandóan figyelmeztetett, intett a jó viselkedésre? Azt gondolom, hogy a nagymamáról általában a szeretet, a megnyugvás, a boldogság jut eszünkbe. Juhász Ferenc is valószínűleg így gondolta, mert ő írt egy nagymamáról szóló verset, amelyet az olvasókönyvünkben megtalálhatunk majd. Amit tudnod kell, és fontos a vers megismeréséhez, hogy Budapesttől körülbelül 20 kilométerre egy vidéki településen született Bián, és a házuk egy halastóra nézett. Ő szegény családban éltek egyébként, kőműves apja, cselédlány anyja volt, nehezen nevelték gyermekeiket, de erről a kezdeti gyermekévekről, az otthon töltött időről, és nyilván a nagymamáról nagyon sok versében vallott. Így például a mai versben is. Itt van egy kép a halastóról, tehát láthatjuk, hogy milyen letisztult a környezet, nagy épületek itt nincsenek, tehát nyilván, hogy itt a természetet teljes mértékben birtokukba vehették a gyerekek. Juhász Ferencről annyit elevenítsünk fel, hogy az elmúlt évben a Kertekre leszállt a Dér című költeményét már megismertük, tehát látjuk, hogy milyen gyönyörű szép költői képeket, megszemélyesítéseket használ a költészete során. És ma pedig azt fogjuk tehát meglátni, hogy egy öreg parasztasszony időskorát meghazudtoló módon mennyire tevékeny, mennyire fürge. Ez a költő nagymamája. Nyissuk ki az olvasókönyvet a 62. oldalon. De még mielőtt felolvasnám néhány szót, hadd magyarázzak meg, mert talán ezeket már a mai mindennapokban nem használjuk. A rékli szó az egy női blúzt jelent, amely alul teljesen kibővül, a nyakánál viszont szűk. Ezt a képet találtam róla. A kotlósokról talán már többet hallottatok, ugye tojásokon ülő tyúk, amely a tojásait költeni készül, illetve már a tojásait költi. A hortyok pedig nem más, mint hogy horkol valaki. És akkor most kezdjünk hozzá a vershez, amiről még azt tudnod kell, hogy ez egy részlet. A 8 versszakot látjátok az olvasókönyvben, viszont a vers eredetileg 10 versszakból áll. Itt látjátok a kivetítőn is, és azt a 2 versszakot, amit az olvasókönyvünkben nem tettek bele, én nektek is kivetítem, és sárga színnel bekereteztem, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos az egész vers megértéséhez. Hallgasd meg akkor a verset. Kövesd velem. Ó, milyen fiatal nagymama a drága, pedig nyílik körülötte 9 unokája. Futkos, mint a szellő, ki hinné, a kedves közeledik már a 79-hez. Reggel, mikor fodoros rékliben mosakszik, amikor a ház még hortyog, mélyen alszik, s az égkék ingéből ugrálnak a csillagok, mint bolhák, a nap az ablakhoz nyomja tüzes orrát. Begyújt, föltűzdeli kicsi fehér kontját, sürök forog, gyorsan fölmossa a konyhát. Repked ki az ajtón megfejni a kecskét,
feje fölött bugdosnak, csivognak a fecskék. A ház előtt a kukoricák karjai csörögnek, a kotlósra kiált, te, a babot ne edd meg! Pelyhes kis csibéi kiáltoznak, csíp-csép, s a kéklő pocsolyába hímezik a csipkét. Egész nap kapálgat krumplit, kukoricát, kötözi a szőlőt, megszidja a kutyát. Szusszan csóhajtozik. Jó uram, szegényke, jaj, csak szállhatnék már hozzád föl az égbe. Én azt gondolom, hogy ebben a versben megtudjuk azt, hogy mennyire nagy szeretettel gondol vissza nagymamájára Juhász Ferenc, és nézzük, hogy még miről is szólt maga a vers. Azt megtudtuk-e belőle, hogy milyen környezetben él a nagymama? Vajon városi vagy falusi vidéki környezetben? Bizony, falun vagy vidéken található az ő lakhelye. Ezekből a szókapcsolatokból, versorokból tudjuk ezt meg. Repked ki az ajtón, megfejni a kecskét, tehát nyilván egy városi környezetben erre nincs mód. Kukoricák vannak a ház előtt, a kotlósra kiált, és egész nap kapálgat krumplit, kukoricát, meg kötözi a szőlőt is. Tehát nyilván egy olyan környezetben él, ahol erre mód van, és egész nap serénykedik. Melyik napszak bemutatásával kezdődik a vers részlet? Vajon napkeltével, vagy napnyugtával? Ez a napkelte, mert a napkeltét így írja le a költő, és az éking kék ingéből ugrálnak a csillagok, mint bolhák, a nap az ablakhoz nyomja tüzes orrát. Melyik évszak jelenik meg a versben? Itt gondoljunk arra, hogy milyen növényekkel találkoztunk, és akkor tudjuk is a választ, hogy a nyár vége, az ősz kezdete, amikor ugye a fecskék már készülődnek, csivognak, és egész nap kapálgatja kukoricát, krumplit a nagymama, ugye beért a termés. Mit jelenthet a következő részlet? A ház előtt a kukoricák kardjai csörögnek. Valószínűleg láttatok már kukoricát, és tudjátok, hogy a kukoricán szárán levő termések és a levelek, ha összeérnek, összeütköznek, akkor olyan, mintha karddal vívnának egymással, kardoznának. Íme egy kép is hozzá, hogy érthetőbb legyen számodra ez a költői kép. Vajon mit jelentett az, hogy a kis csibék a kéklő pocsolyába hímezik a csipkét? Amikor a kis csibék beletudjognak a vízbe, az fodrozódik, ami egy csipkeszerű mintát ad. Csodaszép. És mitől kék a pocsolya? Hát az égszíne tükröződik vissza benne. Próbáltam keresni egy csipkeszerű pocsolyát ehhez a költői képhez is. A verset elemezzük most úgy, hogy keresünk hangutánzó szavakat benne. Találtuk azt, hogy hortyog, hallottuk azt, hogy csivognak, olvastuk azt, hogy csip-csép. Megszemélyesítéssel is találkozunk a költeményben. A ház még hortyog, mélyen alszik. A ház, mint ember, úgy jelenik meg, ugye, meg itt ebben a sorban. Vagy az ékék ingéből ugrálnak a csillagok. A nap az ablakhoz nyomja tüzes orrát. Tehát emberi tulajdonságokkal ruházza fel a költő ezeket a dolgokat. Nézzük, hogy a nagymamának ebben a vidéki, falusi környezetben milyen napi tevékenysége van. Az első verszakban látjuk, hogy reggel, amikor felkel, akkor ugye megmosakszik, és tulajdonképpen megindul a mindennapi tevékenysége. Láttok két sort, amit én aláhúztam, ezt úgy hívják, ezt a költői módszert, hogy soráthajlás, ami azt jelenti, hogy a harmadik sor végén nincs lezárva a sor vesszővel vagy ponttal, hanem áthajlik a negyedik sorba. Ezt hívják így, hogy soráthajlás. A harmadik versszakban találkozunk ismét tevékenységekkel, méghozzá azzal, hogy begyújt a nagymama, feltűzdeli a kontját, felmossa a konyhát is, és soráthajlások itt is vannak. A negyedik versszakban megtudjuk, hogy kiszalad az ajtón kecskét fejni, és közben ugye a fecskék már készülődnek a költözésre. Az ötödik versszakban a kukoricák kardjai csörögnek, ez egy soráthajlás, és a kotlósra is rákiált a nagymama szintén, hogy a babot ne egye meg, tehát a tyúkokat tartja, gondozza őket, fegyelmezi őket. Majd pedig a hatodik versszakban megtudjuk, hogy kis csibéje is vannak, és a kéklő pocsolyába, ha belelépnek, akkor
mintaszerű csipkézet jelenik meg a vízben. A hetedik versszakban tudjuk meg, hogy a nagymama kapálgat, kukoricát és krumplit is, szőlőt kötöz, tehát ez is van a ház körül, és nyilván házőrző kutyája is van. Majd a nyolcadik versszakban, ahol látjátok ismét találkozunk soráthajlással, tulajdonképpen ekkor egy megpihenésről van szó, ahol a nagymama, ha pihenhet, akkor nyilván arra gondol, akivel együtt élte le az életét, de ő már nincs vele, tehát vágyakozik a nagymama, a nagypapa után. A környezet leírásában a költő nagyon sok állatot és növényt bemutatott nekünk. Nézzük, milyen állatokkal találkozhattunk ebben a versben. Kecske, fecske, tyúk, csibe, kutya, itt vannak ezek az állatok. Ugye a tyúk a kis csibékkel. Növények közül pedig megjelent a kukorica, a bab, a krumpli, a szőlő, és ezek mind-mind a falusi életet, a vidéki életet jellemzik. Nézzük a formáját ennek a versnek. Ahogy beszéltem róla az óra elején, a versszakok száma ebben az olvasókönyvben 8, de összesen 10 versszakból áll. A verssorok 4-esével vannak felosztva a versszakokba, tehát 4 sor van egy versszakban, és a rímek pedig így jelentkeznek, XA, ezt mindjárt ki is elemezzük, megfigyeljük, ezt úgy hívják egyébként, hogy fél rím. Nézzük a rímeket például a versszakokban. A könyvünkben szereplő első versszak. Reggel, mikor fodros rékliben mosakszik, amikor a ház még hortyog mélyen alszik, látjuk, hogy a mosakszik és az alszik szó rímelnek össze, ezért jelenik meg ez a fél rém képlet, hogy XA, XA. És az éking kék ingéből ugrálnak a csillagok, mint bolhák, a nap az ablakhoz nyomja a tüzes orrát. Ismét a második és negyedik versszak rímel össze a versorok végén. Harmadik versszakban begyújt, föltűzeli kicsi fehér kontját, sürök forog, gyorsan fölmossa a konyhát. Látjuk, hogy a kontját és a konyhát szavak rímelnek egymással. XA, XA. Repked ki az ajtón megfejni a kecskét, feje fölött bugdosnak, csivognak a fecskék. Szintén a fél rémmel találkozunk. Második és negyedik sor rémmel. És most jött el az ideje annak, hogy az olvasási munkalapokban is dolgozzunk, és lesznek majd olyan feladatok, amelyhez fontos volt az az első két versszak bemutatása, ami nem szerepel az olvasókönyvünkben. De nézzük, mit tudsz meg a vers címéből. Ugye a költőnk Juhász Ferenc, a vers címe az Nagymama, és ez arra utal, hogy a vers a nagymamáról szól, őróla fog szólni. Mivel foglalkozik a te nagymamád? Hasonlít-e a versbeli nagymamához? Erről neked kell elgondolkodnod, és neked kell a saját válaszodat ide megfogalmazni egy mondatban. A költő hogyan szólítja a nagymamát? Kedves, drága nagymamának szólítja őt. Mi jut eszébe a költőnek a nagymama fodros rékliéről, a nap tüzes orráról, sürgésforgásról? Én úgy érzem, hogy erről a költőnek a falusi élet, a nagymamánál töltött tartalmas nyári napok jutnak eszébe. És nézzük, milyen megszemélyesítéseket használ a költő a csillagra és a napra. A csillagok az ég kék ingéből ugrálnak, a nap pedig az ablakhoz nyomja tüzes orrát. Majd pedig jön a 8. feladat. A 7. versszakban a költő a nagymama serénységét felsorolással érzékelteti. Írd le te is ezeket a szavakat. Tehát, hogy milyen munkát végez a nagymama a 7. versszakban. Ha beleolvasol a versbe, az olvasókönyvben, akkor láthatod, hogy kapálgat, ugye kukoricát, krumplit, illetve szőlőt kötöz. A házi feladat az olvasási munkalapok 69. és 70. oldalán folytatólagosan, tehát a te feladatod ezeket a feladatokat önállóan megoldani. Én bízom benne, hogy a nagymamáról egy nagyon szép képet kaptunk e költemény által, és kívánom, hogy hívjátok föl a nagymamát, menjetek el hozzá, beszélgessetek vele, hiszen ő nagyon szeret benneteket. Viszontlátásra!